Köszöntöm a Bicskei Televízió nézőit, önök hírmagazinunkat, a Bicskei Galériát látják. Mai adásunkban a finom sütemények világába kalauzoljuk el önöket, de ott leszünk a tanodában rendezett csomagosztáson, bemutatunk tehetséges ifjú énekeseket, és azt is láthatják, hogyan értékelte az elmúlt hónapokat a labdarúgó csapat szakmai igazgatója. Tartsanak velünk! A karácsony napjai és az ünnepvárás hetei együtt járnak a finom süteményekkel is. A következő percekben az is kiderül, a laktóz és glutén érzékenyek milyen harapnivalókkal találkozhatnak a boltok és cukrászdák polcain. Az őszi, téli szezonban a cukrászdák kínálata is megváltozik. A nyári, habos, könnyű sütemények helyét átveszik a szezon sztárjai, előtérbe kerülnek a nagy klasszikusok, és a gasztronómiába egyre nagyobb hangsúllyal jelenlévő, szezonálisnak megfelelően nagy szerepet kapnak az évszaknak megfelelő alapanyagokból készített finomságok is. Egy fiatalos, lendületes helyként álmodta meg a Kisfaludi utcában sütiboltját a tulajdonos. Az üzlet kínálata főként azokhoz a vásárlókhoz szól, akik különleges terméket keresnek, illetve a mentes édességeket kedvelik. A Bicske Szíve Parkhoz közel lévő boltba betérnek az edzés követően sportolók és a fitness életmódot előnybe részesítők egyaránt. Napjainkban egyre több a diagnosztizált laktózérzékeny. A megoldást a laktózmentes termékek kínálják. A beteg tervezete nem tudja megemészteni, lebontani a tejcukrot, mert az ehhez szükséges enzimből, a laktózból nem termelődik elegendő a szervezetben. A tejcukor így emésztelenül tovább jut a vastagbélbe, ott bomlik le zsírsavakká és hidrogéngázzá. Ez kellemetlen panaszokhoz, így például a puffadáshoz, hasmenéshez és a görcsökhöz vezethet. A glutén az egyes gabonaféleiben, búzaféleiben megtalálható fehérje, komplex, mely arra az érzékenyeknél autoimmun reakciót, illetve emésztési nehézségeket, hosszú távon pedig a bélnyálkahártya károsodását, felszívódási zavarakat és az abból következő hiánybetegségeket okoz. A gluténérzékenyek számára kerülendek a búzafélék, a rozs, az árpa és a gluténnal szennyezett zab, illetve az ezekből készülő termékek. Ma már gluténmentes étrendet nem csak a gluténérzékenyek követik, hanem egyre népszerűbb tudatos fogyasztók körében is. Természetükből fakadóan gluténmentes alapanyagok közé tartoznak a zöldségek, gyümölcsök, húsok és tejtermékek, tojás, illetve a zsíradékok is. Az étrend követőinek azonban nem kell lemondaniuk a süteményekről sem, csupán a gluténtartalmú gabonákat más, álgambonákból, olajos magvakból, gyökerekből, rizsből, kukoricákból készült lisztekkel kell helyettesíteni. A pultban található makaronok gluténmentes mandulaliszttel készülnek. Az üzlet személyzete felhívja az érzékeny vendégek figyelmét, hogy mit ehetnek, és előre jelezzék, hogy mire érzékenyek. Külön lapáttal szedik a mentes és sima tortákat is, sőt le is takarítják őket. Újdonság a vásárlóknak, hiszen a klasszikus süteményeket a cukrász újra gondolta, és a kínálat így egyedivé vált. De milyen süteményeket keresnek ilyenkor a vásárlók? Most így, hogy jön ugye a tél és a karácsony, így most nagyon a hát gesztenyés dolgok, ugye a szilvás termékeink, amik még úgy, és ugye a különlegesség, most ugye az őrségzöld aranyát behoztuk, ugye az üzletbe, már ugye az tavaly előtt volt az év tortája, és nagyon sokan keresték, de azt is szeretik a vevők, hogyha egy kis alkoholt beleviszünk a dolgokba. Most például a Bélisz tortánk van a pultba, azt nagyon-nagyon szeretik. De van somlói galuskánk is, amit újra gondoltunk, nem egy poharas desszertként, hanem torta. Amit még nagyon szeretnek, hogyha karácsonyi dekorációt teszünk a tortákra, vagy éppen ugye volt a 23-a, ott akkor piros-fehér-zöld volt, úgyhogy mindenfélét bele szoktunk vinni, hogy ugye minél jobb legyen, minél különlegesebb, és ugye mindenkinek ugye a szeme először, amit meglát, és egyből, hogyha nem is ízlik neki, vagy nem szeretné ugye azt a tortát, mégis megveszi, mert ugye először, amit a szemnek kíván. Gluténmentes sütibolt, ezért minden a cukrászműhelyekben készülő torta és a pultban található sütemény garantáltan gluténmentes. Sütemények és a torták természetes és egészséges prémium minőségű alapanyagokból készülnek. A paleo vagy vegán életmódot folytat, liszt vagy laktózérzékeny, tojásallergiás, esetleg cukorbeteg, vagy netán inzulinrezisztens, vagy csak odafigyel az alakjára, itt biztosan talál olyan édességet, amelyet nyugodt szívvel fogyaszthat. Van a pultunkban most őrségzöld aranya, vagyis hogy a felső sorunk a pultban, ők mentesek. Az őrségzöld aranya azért különleges, mert gluténmentes. A Bélisz tortánk azért különleges, mert Bélisz és
laktózmentes, a gesztenyetortánk gluténmentes, és a répatortánk az pedig glutén-laktóz-cukormentes, és ő eritrittel készül, hogy az inzulinosok is tudjanak enni belőle. Az alsó soron van a Snickers tortánk, van az oreós sajtortánk, makaronok, amik szintén gluténmentesek és mandulaliszttel készülnek, van ugye a brownie tortánk, és van a somlói tortánk, a legalsó polcon található a tiramisu, a gesztenyepüré, a mákos guba, ami újra van gondolva, a mákos gubánknak a alsó részén található baracgem, ugye még az is még finomabbá teszi ugye ezt a kis poharas desszertünket, van még mellette svájci túrótorta, és a karácsonyi díszítésben a kék popjaink találhatóak. Mit keresnek most a vásárlók? A vásárlók leginkább most a beiglit keresik, és a mézes kalácsot. Beiglingből most van diós mákos, szatmári szilva lekváros mákos, és van gesztenyés. Mézes kalácsunkból pedig most nagyon közkedvelt a díszített és a sima, de legtöbben ilyen kis manós díszítettet szoktak kérni, és neveset, iskolák, óvodák és a kollégáknak szokták vinni. A tulajdonos fontosnak tartja, hogy minden esetben kiváló minőségű alapanyagokat használjanak, mind a hagyományos, mind pedig az általuk kínált receptek esetében. Valójában csak olyan süteményeket gyártanak, amelyet ők is nagyon szeretnek. Ettől olyan különleges, ahova mindig érdemes betérni. Karácsonyi csomagokat adott át a városi és a roma nemzetiségi önkormányzat, a tanoda épületébe várták a családokat. Tartós élelmiszert és édességet kaptak karácsonyra. Bicskén minden évben szerveznek hasonló csomagosztást az ünnepek előtt. Ajándékcsomagot kaptak a bicskei nehéz helyzetben élő családok. A város önkormányzata és roma nemzetiségi önkormányzata adott át tartós élelmiszert és édességet karácsonyra. A tanoda épületébe várták a rászoruló családokat. Minden esztendőben meghirdeti az önkormányzat ezt az adománygyűjtő akcióját, és a környékbeli vállalkozókat és magánszemélyeket szólítjuk meg, hogyha valaki úgy gondolja, hogy van lehetősége és szeretne segíteni, akkor ezt tegye meg. Van egy alszámlája az önkormányzatnak, ahol ezeket az adományokat be lehet fizetni, és minden esztendőben aztán elköltjük ezt az összegyűjt pénzösszeget a helyi üzletben, vagy üzletekben. Eddig egy üzletbe költöttük el. Most az idei esztendőben a koronavírus okán meghirdetett adománygyűjtésünkre soha nem látott összegek folytak be, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a bicskeiek ilyen adakozóak, és ilyen fontosnak gondolták azt, hogy segítsenek azoknak, akik erre ténylegesen rászorulnak. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk családsegítő szolgálattal, Karitásszal, roma önkormányzattal. Ők általában ismerik ezeket a családokat, ezeket az embereket, és az ő iránymutatásuk, az ő segítségük alapján van az elsődleges csomagosztás, és ugyanúgy a képviselőknek is feladatuk, hiszen az a képviselő, aki jól végzi a munkáját, azt tudja, hogy a körzetében kik azok a rászoruló családok, rászoruló magánszemélyek, akiknek jól jöhet ez a kedves kis csomag. Nem túl nagy dolog, azt gondolom, kb. 5000 forint értékben, de tehát, hogy tudnia kell egy képviselőnek azt, hogy ki az, aki rászorul az ő körzetébe, és a képviselők maguk is visznek el csomagot házhoz a családoknak. A városi adománygyűjtés az már novemberben megkezdődik. Az itt összegyűjtött adományokat kapjuk meg mi ömlesztve, és ezeket a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai és az ő segítői csomagolják itt a tanodánkban, és az osztás is itt történik. Kik azok a családok, akik segítséget kapnak ezzel a csomaggal? Igyekszünk minél szélesebb körben segítséget nyújtani a családoknak. Elsősorban nagy családosok, idős emberek, de ugye ez a mostani helyzet nagyon sok új munkanélkülit is kreált, akiknek szintén szeretnénk segíteni. Mekkora segítséget jelent most önnek ez a csomag? Hát sokat jelent számunkra, mert mivel munkanélküli is vagyok, egyáltalán most nem találok semmilyen munkahelyet, remélem össze fog jönni rövidesen. Hát most ez van, de ennek a csomagnak nagyon örülünk. Hol szeretne dolgozni? Milyen munkát végezne legszívesebben? Hát most teljesen mindegy, hogy milyen munka, pénz legyen belőle a háznál, meg a gyerekeket, hogy el tudjunk normálisan tartani. Mikor veszítette el az állását? Hát én márciusban, amikor bejött ez a járvány, sajnos akkor.
Igen. Tud a városon belül segítséget kapni munkanélküliként? Hát igen, persze, hogyne. A szociális járadékon vagyok jelenleg is, és akkor nézek folyamatosan munkahelyet. Több helyre jelentkeztem. Remélem, hogy sikeres lesz. Bicske városa minden városban élőnek igyekszik segítséget nyújtani lehetőségei szerint. A polgármester elmondta, az adománycsomagok összeállításánál is figyeltek arra, hogy helyi vállalkozásoktól vásárolják meg a termékeket. Mi úgy oldottuk meg ezt az idei esztendőben ennek a pénzösszegnek az elköltését, hogy kisebb üzletekbe vásároltuk meg, tehát helyi kereskedőknél hagytuk ott ezeket a befolyt összegeket. Én azt gondolom, hogy ez is egy segítség, ez is egy támogatás a helyi szinten a helyi kereskedőknek, a helyi embereknek. Tudják-e még valamivel segíteni azokat a családokat, akik rászoruló helyzetben vannak, vagy akik éppen pont a koronavírus járvány miatt karantén alatt töltik a karácsonyt? Igen, ugye általában a segítség nyújtás tekintetében az önkormányzatnak a helyi rendeletében szabályzott rendelkezések és törvényi szabályzás szerint tudja megoldani ezt a segítséget. Ugye november 30-áig lehetett a tűzifára beadni a kérelmet, és minden más egyéb olyan támogatást, minden más egyéb olyan juttatást az önkormányzat szociális osztályán lehet benyújtani, ami segítheti az ő mindennapi létüket. Sok család van, hát elég sok család van, akik itt a pandémia kapcsán elvesztették az állásukat, és nehezebb helyzetbe kerültek most akár itt a karácsonyi ünnep és a mindennapjaik tekintetében is. Ezeket eddig sikerült megoldanunk, sikerült áthidalnunk. A családsegítő szolgálatnak nagyon nagy szerepe van ebben, úgyhogy nagyon hálás vagyok az ott dolgozóknak, mert mindenki a szívén viseli a bicskei nehéz sorsú emberek, vagy nehéz helyzetbe került emberek mindennapjait. Tudásunk szerint megpróbáljuk ezt megoldani. A karantén kérdésre visszatérve, mind általában a pandémiás időszakban, és ugyanúgy a karácsonyi időszakban is, hogyha vannak olyan személyek, akik ezt megteszik felénk jelzéssel, akkor a kapcsolatközpont munkatársai ezeket a gondoskodó ellátásokat, tehát az étkezés és minden egyéb bevásárlást ugyanúgy megoldják, ahogy megoldották az első hullámban, és megoldották most a második hullám időszakában is. Az egész országban rendhagyó az adventi időszak a koronavírus járvány miatt. Bicskén is szigorú szabályokat vezettek be a második hullám elején, hogy meg lehessen őrizni a városlakók egészségét, biztonságát. Próbáljuk a lelkünket készíteni az elmúlt egy év nehézségeit átértékelve, elemezve, az élet szépségeit átértékelve és a pozitív dolgokat megélve készülünk a kisded érkezésére. És én úgy látom, hogy a közösség ereje és a közösség összetartó ereje nagyon-nagyon megmutatkozott a pandémia első hullámában is. Nyilván, ahogy említette, az advent időszakában ez még inkább kicsúcsosodik, még inkább valami mást kaphat az ember. Én úgy látom, hogy Bicske megint jól szerepelt. Amit nekünk tettek, azt a jó Isten áldja meg maguknak, meg nekünk. És ennyit szeretnék közön, hogy én megköszönöm a világot. Négy dunántúli település, Alcsútdoboz, Bicske, Mány és Vértesboglár öt iskolájának tanulóiból alakult 2017-ben a Pannóniáda gyermekkórus. A kórus különlegessége, hogy nem csak a hallgatók, hanem a fellépők számára is óriási élményt jelentenek a koncertek. A gyermekek ugyanis különböző szociokulturális környezetből érkeznek, többen közülük gyermekotthonban vagy mély szegénységben élnek. Ezek az utazások és fellépések teszik lehetővé, hogy megismerjék hazánk templomait, műemlékeit, és közben a közös örömzenélés által egy értékes közösséghez is tartozhatnak. A múlt század elején egy bécsi kis kocsmában hangulatos poharozgatás mellett gyakran töltötte együtt az estét néhány fiatalember. Schubertiánusoknak nevezték őket, az összejöveteleket pedig Schubertiádának, mert a társaság középpontja egy ifjú zeneszerző, Franz Peter Schubert volt. A bicskei és környékbeli zene és a dalok köré csoportosuló fiatalokból álló éneklő közösség Pannóniáda nevet viseli. A 2017-ben Mányon alakult gyermekkórus több iskola növendékeiből áll.
összeadták erejüket, és így alkotnak egyedülálló közösséget. Céljuk az volt, hogy bejárják az országot, megismerjék a nevezetességeket, és főként az egy-két napos kirándulások iskolaidőben legyenek. Első fellépésük a csodálatos akusztikával rendelkező Mányi református templomban volt, Koncert Fehérben címmel. Mindenki azonos, fehér színű ruhát viselt, és a templom falaival egységes kompozíciót alkottak. Az előadás elnyerte a szülők és a fiatalok tetszését egyaránt. Azóta számos fellépésen vannak túl. Közös erő, közös ügy, közös cél. Ez egy egyesített gyermekkórus, tehát több iskolából adjuk össze az erőnket. És akkor még egyszer említsük meg tényleg, ahol vagyunk a Bicskén, a gyermekotthon általános iskolája, Kossuth Zsuzsa általános iskola, akkor jönnek a Bicskéről a Csokonai iskolából is, ott két tanárnénivel dolgozunk együtt, a Schléger Szilviával és Varga Németh Mártával, Berecen és Schléger Szilviával és Varga Németh Mártával, innen az iskolából pedig Fazekas Orsolyával, és a Mány iskolából pedig Cirkelbak Erzsébettel és Popovics Adriennel visszük ezt közösen. Tehát közös erő, közös ügy, közös cél. A gyerekeket el tudjuk vinni mindenhová Magyarországon, amit érdemes megnézni a nagy templomokba. Azért gondoljunk bele, itt most olyan családokról van szó, aminek a háttere egyáltalán nem rendelkezik, sem egyházi neveléssel, sem olyan lehetőséggel, hogy eljussanak, és közös élményként éljenek meg egy ilyen gyönyörű helyszínt. Azért ne felejtsük el ezeket a gyönyörű nagy templomokat, nem csak kifestették, megépítették, ennek van egy csodálatos adottsága, ami csak az énekléssel fedi föl a titkait, ez pedig az akusztika. Annál szebbet, mikor bemegyünk egy, és most elmondom, hogy tényleg gyönyörű helyekre jutottunk már el, a debreceni nagy templomba, Budapesten a Szent István bazilikába, vagy a Tihanyi Bencés apátságba, az őskű kerek templom rotundánál is énekeltünk. Oda bejutni nem tudtunk, nem is fértünk volna be. És hát a kedvenc helyünk és kiinduló pontunk az pedig a pannonhalmi Szent Márton hegyen található pannonhalmi Bencés főapátság bazilikája. Pannóniáda gyermekkórus 2017 óta járja Magyarország legszebb templomait, hogy ott gyermekhangjait akusztikus ikonokként helyezze el a maga és a hallgatóság örömére a szenterekben. Nem szokványos koncertek ezek, aktív kirándulás, mi alatt egymással soha nem találkozó gyermekek egy nagy közösségben ismeri meg csodálatos hazánk kincseit, miközben személyiségük fejlődik. A debreceni nagy templomban például másfél órán át énekeltek a gyerekek. A dalokat mindenki saját iskolájában sajátítja el, hogy aztán együtt alkossanak egy nagy kórust Pannónia szívében. A kórust, melynek tagjai Bicske és környéke településének általános iskolás diákjai, megalakulása óta Bicskeváros önkormányzata Bálint Istvánné polgármesterasszony, mint a gyermekek értelmes szabadidős tevékenységét rendületlenül támogatja. Ebben a környékbeli önkormányzatok, cégek és magánszemélyek is szívesen állnak melléjük. A diákok, a Bicskei Csokonai Általános Iskola és a Kossuth Zsuzsa Általános Iskola, az Alcsú-Dobozi Általános Iskola, a Mányi Ásfadombi Általános Iskola és a Vértesboglári Általános Iskolái önként jönnek össze körülbelül 100 fővel. A gyermekotthonban felnövő, nehéz sorsú és rendezetlen családi körülményekben élő gyermekek és tagjai a Pannóniáda gyermekkórusnak. Magunk szervezzük a kirándulásainkat, és hát nagy köszönet Bálint Andinak, aki fölkarolta és meglátta ebben a jó célt, és azt meg kell, hogy mondjam, ez egy önzetlen jó cél, mert itt csak adunk. Itt mi magunknak sosem gyűjtöttünk, mindig voltak jó célok, amikre tudtunk gyűjteni, és nagyon jó barátságokat tudtunk kialakítani, meg adtunk lehetőséget a gyerekek, felnőttek, felnőtt gyerek között. És amit még nagyon kiemelnék,
ebben a kirándulásokban, hogy itt így a gyerekek lokálpatriótává válnak. Gondoljuk el, hogy a környéken, ahol tényleg sokat kell utazni, hogy valami esemény érhesse őket, és az iskolák picik, egy év folyamosak, olyan eseményre, olyan élményt adni nekik, ami egy közös és tömegjellegű, erre az éneklés nagyon alkalmas. Vannak szólistáink, akikkel nagyon jó és nagyon míves dolgokat betanulunk, és vannak, akik az énekórán tanulják meg ezeket a dalokat, és nagyon szívesen jönnek kirándulni. És mi történik? Beállítunk egy gyönyörű szép helyszínre, amit előre megbeszélünk, és ezen a helyszínen éneklünk másfél órát körülbelül. Jelenleg kívülről a fejükben 2 óra zenei anyag van, és sok hangszeres kíséretünk is van, sok hangszeres kísérőnk. Itt megemlíteném Baksai Ildikót, a zeneiskolának a fuvola tanárát, vagy a gyermekotthon általános iskolájának igazgatóját, Zeke Zoltánt, aki tubával is szokott minket kísérni, és hát a panohalmi orgonaművészt, Kis Zsoltot, aki már egyszer a Bazilikában, Budapesti Bazilikában kísért minket, illetve megemlíteném a Szent Márton férfi kart, akivel így közösen adtunk koncertet a Bazilikában. A közösség erejéhez sokan hozzátesznek, például az Évszakok című dalt a Bicskei Gyermekotthon Kossuth Zsuzsa általános iskola tanárai írták a gyermekkórus számára. Vince Zita, díszített gyertyái, mécsesei minden koncerten megteremtik az imádságos hangulatot. Célunk előttünk áll, meghívásunk van, erre nagyon büszke vagyok, a Mátyás templomba. Úgyhogy amint lehet, és a gyülekezés, és a templom látogatás, és a koncertszervezés engedélyezve lesz, és az mindenkinek jó hír, mert akkor a vírus valahol legyőztük, és ezt mi komolyan vesszük, mint iskola is, tehát jelenleg próbánk sincs, akkor azonnal nekiállunk, és megtöltjük a Mátyás templomot valami gyönyörű akusztikai élménnyel. A gyerekek ezt szeretik, közösen vannak, együtt vagyunk, utazunk, nagy kirándulás, és ezen kívül még előttünk van a pécsi székesegyház, amit kinéztünk magunknak, és a nagy templomok mellett nem mulasztjuk el, és ezt Tihanyban kezdtük először, hogy megnézzünk valami árpádkori templomot, romtemplomot, vagy ami jelenleg is működik. Tehát így voltunk őskün, és így fogunk remélem még nagyon sok szép árpádkori templomot is megnézni velük. Ez egy akusztikus kirándulás, sokszor gyertyafényben, Vince Zita gyertyái mindig elkísérnek minket, és én azt ki nem hagynám. Nagyon szeretem a gyertyákat, és nagyon szeretem a fényüket. Ez egy nagyon szép imádságos hangulatot ad a koncerteknek. Kedves nézőink, ezúton értesítjük Önöket, hogy a hagyományos újévi koncert 2021-ben sem marad el. Január 2-án a Bicskei Polgármesteri Hivatal lépcsőjén a Pannóniát a gyermekkórus emeli az ünnepi fényeket. Mozgalmas időszakon van túlvárosunk labdarúgó csapata, a nyáron a keret nagy része kicserélődött, ennek ellenére jelenleg stabil középcsapatként az NB3 nyugati csoportjának 10. helyén állnak. Ősszel egy Magyar Kupa mérkőzésen, ráadásul a Bajnokok Ligája szereplő Ferencváros gárdáját is vendégül látták. A Bicskei labdarúgó csapat szakmai igazgatója, Vukmir Dragán a mai vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, és üdvözlöm mindenki. Hát ugye mostanában ez a média szereplés, beszélgettük is itt ugye a felvételen kívül, hogy a Fradi meccs egyik hozadéka, az ugye ez volt. Hát igen, ez csak mondom, sajnálom, hogy ez a járványszituáció került ez a meccs, szerintem itt környéken jó lenne, mert közelebb látni ilyen a sztárok, még Bajnokok Ligáján szerepeltek, ez Ferencváros játékosok, de mondom, így Bicske szempontból játékosok találkoztak velük, játszott egy szerintem küzdes meccs nekünk volt, neki Bajnokok Liga után
magyar kupa teljesen más. Igen, azért elég erős csapattal jött egyébként a Fradi összességében, nem? Igen, igen. Tehát ez a mondom, ez Ferencváros tudjuk, hogy megnyerte bajnokság, itt bajnok csoport tartozik, meg a kupa is szeretek megnyerni, meg a bajnokok liga. Ezért van neki ez a nagyon erős keretben, minden posztja van kettő ugyanaz szinten játékos. És ha bármelyik kiesik, akkor nem kell aggódni, ki fog játszani, vagy variálni. És én szerintem elég hosszú keret van neki, hogy pláne egy Bicske ellen ne legyen probléma. Mi lehet egyébként számotokra a, mondjuk a legnagyobb hozadéka egy ilyen meccsnek, mint ez a Fradi elleni meccs, ahol azért van média felhajtás, lehet, hogy olyan emberek is felfigyelnek így a Bicskére, meg a játékosokra, akik esetleg korábban mondjuk abszolút nem is figyelték mondjuk az NB3-as történéseket. Hát igen, mondom, játékosnak, mint játékosan sokat beszélgetem velünk most, ugyanaz, ne ez meg oldaló, vagy van kamera, vagy nincs, teljesen ugyanaz játszok, mint egy bajnoki meccsek. Ne legyen felszabadulva játszani, jó érezme magá, és akkor próbálj minden maximum adni. Én szerintem teljesen meg vagyok elegedve csapat, hogy küzdött a pláne első felé, de nem tudja nagyon alakítani a helyzetet. Ferencvár volt egy gól helyzet, 11-es volt, kapjuk egy gól, 1-0 volt első felé, de szerintem tökéletes volt nekünk. Ugye, itt ugye nyilván elkerülhetetlen, hogy azért vagytok egy páran, akiknek ugye van kapcsolódása a zöld-fehérekhez, gondolhatunk itt ugye rád, gondolhatunk itt ugye Józsa Mikire, gondolhatunk ugye a kapusotokra, ugye az édesapja révén, számotokra érzelmileg egyébként ez hozott bármiféle pluszt? Hogy mondom, mi, ez egy, ki volt egy Ferencváros, tudja mi a Ferencváros? Ez tudja, mi a Ferencváros. Én követem Ferencváros, mindig ott vagyok. Ferencvároson megnyertem kettő magyar kupa is, egy bajnoki cím van velünk. Egész ország, ez tudja, ez a fontos Ferencváros. Ez van súly, mikor mondjuk egy Ferencváros. És ez nagyon becsülem és megtiszteletem ez a Ferencváros. Kicsit akkor most térjünk el ettől a meccstől, térjünk rá a csapatra. Ugye nagyon nagy része a keretnek kicserélődött nyáron. Mondhatjuk, hogy teljesen új csapatot kell, hogy építs ebben az idényben? Hát igen, igen. 16 új játékos megérkezt, és pláne fiatalok. Mi utánpótlás kijött, meg minden, ez a sajnos ez a járvány miatt, ez csökkente költség is klubnak is, azért meg kell kalkulálni ez az egész, és meg kell alakítani ez az egész, amúgy is rendszerváltottunk, meg a minden, ez amilyen a keret meg kell megfelelőt megoldani. Hogy álltok most a csapattá érés, válás folyamatában? Hát ezt mondtam elején is, lesz hullámok, mert sok fiatal játékos van. És akkor pont előző, amikor kamera előtte megbeszéltük, volt játékos, még nem játszott a felnőtt meg. NB3, és minden meccsen akarja bizonyítani. És van egy határ, 2-3, tudja teljesítmény, jó, megfelelő, és utána egyszer nincsen. Én szerintem meg kell szokni rendszeresen. Most megbeszél a nyárot, tehát 3 hónap futballozunk, ez szerintem elég jobb írnak srácok. Milyenkor egyébként a fontos egy fiatal játékos számára? Ezt gondolom, hogy azért te is, ha esetleg visszagondolsz a játékos pályafutásodra, mondjuk a kezdetekre, a bizalom a fontos ilyenkor, amit egy edzőtől megkaphat? Vagy mi az, ami esetleg segíthet nekik abban, hogy minimalizálni ezeket a hullámzásokat? Hát igen, azt mondjam most, én hogy látom, ez a teljesen ez a nehéz. Most ez megmondani, hogy több témára tudjuk beszélgetni. Szerintem ez a legnagyobb probléma, ami gyereke meg tudjuk nevelni. Ez fiatalnak, gyereknek. Egy rend kellett tudni. Egy futball, ez egy nagyon nehéz munka. Én úgy látom. És azért meg kell becsülni minden, hogy odaérsz célra. Munka kell. És ezért mondom, ez a sokkal gyerek játszott a utánpótlás, hogy szerintem meg nem tudja tiszta, mi az ez a foci. Csak játszanak. De van súly, hogy amit csinálok. Nem azért járok edzésen, hogy csak meg vagyok elegedve, hogy töltöm időn, nem. Másfél óra van, ez a kemény munka. És ez a pálya kívül is ez kell.
ugyanaz. Ezért mondom, én mindig neki azt mondjam, mindenki vállal egy kicsi felelősség. Nem olyan csak, mint edzőm, vállalom a legnagyobb felelősség, nincsen semmi probléma, meg a vezető is, hogy rám bízta. De én ugyanaz mondom neki, mi a célja, ez a célja akarok indulni, és ez a csinálni. Ki ebbe ugyanaz gondolkozik, akkor meg tudjuk dolgozni. Ki nem, akkor kiesik. Nálam úgy működik. Megvan ez a fajta tudatosság egyébként a most a legtöbb fiatalban? Igen, nálatok? igen. Ez a, azt mondjam, ez a, van egy rend, megtanulta játékosok, ezt tudja. Ennen ebbe teljesen szigorú vagyok, meg kell tudni rend, majd utána becsületes pályára, és ebbe tudjuk fejlődni. Mikor mindenki tudja, mi a feladat és mi az elvárás. Nem csak kell legyen en elvárás, meg a játékos is maga kell valami célja élete, amit szeretne csinálni. Mindenkinek van ez, éve elején meg kell célozni, és utána fél év múlva találkozok újra, és megkérdezem, most beszélgetünk mi ketten, és megkérdezem, neked biztos volt a célja ez az év elején, mit szeretne csinálni, ugyanaz fociva. Azért ide jövünk, Bicske, ember három, van egy célja, és nem kell nekem mondani, csak megkérdezem, van ez célja, és akkor fél éve múlva, amikor vége lesz fél éve, megkérdezem, ott került-e, ahova te szerete? Célja megvan? Akkor nem, akkor menjünk tovább dolgozni, és akarja tovább dolgozni. Legyen mindenkinek célja, élete, sporttól, bármit csinálhat. Mennyire szoros most egyébként az MB3-nak a mezőnye? Elég szoros, szerintem van egy csapat kiemelő, ez a harmadik kerület, de szerintem ez a többiek csapatok, van is 2-3, ami sokkal lemaradta, de többiek szerintem ott hasonlók, bárki lehet megnyerni. Ilyen körülmények között talán még nehezebb, hiszen ugye nüanszok dönthetnek, és én magam is, hogyha így járom az NB3-as meccseket, akkor ezt tapasztalom, hogy bizony nagyon sokszor egy-egy gólon múlik a pontoknak a sorsa. Tehát igen, sajnos ez így van, de azért mondom, szerintem egyforma sok csapat van. És akkor azért mondom, ki milyen a napá van, milyen a fiatalok van, ez sok minden számít. Ugye ilyenkor szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy minél több győztes mentalitású játékosa legyen az embernek, hogy ugye tudjon a csapat győzni, mert ugye láthattunk már nagyon sokszor olyan csapatokat, akik tényleg jó teljesítményt nyújtottak, jó játszottak, de mégis valahogy ez a győzni tudás képessége az hiányzott belőlük. Hát igen, ezért mondom, ezt kell dolgozni. Nem csak akarat akarom, de meg kell ezt tenni hozzá, hogy legyen győzele. Nem csak mondom, de meg kell tenni is pályára is, hogy akarok. Nem lehet csak szó, győzni, de erre kell dolgozni, amit mondtam előtte, munka. Kemény munka, hogy oda kerülsz, hogy győzelem, utána menj, jön a lendület, minden. Beszélgessünk egy picit az utánpótlásról, bár itt egy kicsit már utaltál azért az utánpótlásra. Mi a helyzet most a bicskei utánpótlásban? Mennyire van meg minőségileg és mennyiségileg is az a fajta utánpótlás, amit szeretnétek? Hát igen, ez utánpótlás most már, én 2 éve Bicske vagyok, meg beszéltem edző, meg a minden vagy a szakmai igazgató, beszélgettünk is. Ez a lényeg, hogy valahol Bicske környéke van ez a Felcsot is, meg a Csakvár, meg sok elmentek kicsi ügyesebb gyerekek oda, mert ez a magas szinten megpróbál. De Bicske beszélgettük, és a pozitív dolga most visszajel, hogy összejönnek gyerekek, melyik voltam, mert ott is próbáljuk emelni magas szinten Bicsken is, hogy elég új körülmények megvannak minden pálya, szerintem jó gyerekek ott tudja futballozni, de szerintem felüldök ott is. Ugye itt az utánpótlás kapcsán, ugye azt gondolom én legalábbis aztán vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy a legfontosabb az, hogy játékosokat neveljenek, tehát hogy utánpótlásban talán a csapat eredményeket, azokat mondjuk kvázi háttérbe lehet szorítani. Igen, ezt mondtam előtte, nevelni kell egy gyereke. Hogy ez a, meg kell neki, ez a, milyen a foci, mi a elvárás következő, bármi csinálott élete, mi a elvárás, meg kell, hogy ez a lényeg, hogy megszereznek, szeretnek gyereke focizni, kijönni. Nem azért oda menjek, hogy
csokoda jár. De meg kell edző otthon, hogy nevelni, beszélgetni, majd utána, mondom, a legkisebb ez a gyereke, majd utána meg 17, 18, 19, ez már más. Igen, hát ott már gyakorlatilag fiatal felnőttekről beszélünk. Igen, igen, csak azt mondtuk, ez a Bicske, ez a milyen a szinten ez a beszélgető, nem ez a legmagas kategória tartozik, de próbálunk saját nevelésű Bicskei gyereke most nevelni, hogy pár év múlva legyen Bicskei ember, három Bicskei játékosok. Ez a célem most. Egyébként hogy látod, hogy az, hogy azért most a magyar foci egy igen sikeres őszt fut például, itt gondolhatunk a válogatottra, gondolhatunk a Fradi BL szereplésére, ez mennyire lehet mondjuk a kisrácok számára egy plusz motiváció, hogy igenis elkezdjenek focizni? De ez pont azért mondom, ki hogy látja a foci. Hiába ott van, ott hívja, hát nem látja reálisak. Azért nevelni kell, meg kell világítani gyereknek, milyen a foci, milyen fontos. És azért szerintem ez nagyon jó dolga, szerintem mindenkinek motiváció, hogy oda tudja kerülni. Infrastruktúra nagyon jó, egész országon van szerintem foci, minden akadémia. Szerintem ez csak, ez nagyon jó dolga. Lehet látni is eredmények. Ezzel szövetség kapitány nincs kis dolga, nincsen sok sztárok csapatban, és végül oda kerülte. Kitalált, hát ez oly valami jó. Te is egyébként, amellett, hogy a munka, ezt már azért így kivettem a szavaiból, hogy ebben maximálisan hiszel, a csapatmunkában hiszel maximálisan, igen, hiszem, igen. Valahogy igen. Ezt láthatjuk valóban egyébként Márkó Rosszinál is, vagy Szerhi Rebrovnál a Fradiban, hogy nem az egyéniségek kerülnek előtérbe, sőt, őket adott esetben még ki is teszik, hanem tényleg a kőkemény csapatmunka és a fegyelmezettség. Így van. Ez csak ez a lényeg, ezért mondom, ez a ugyanaz Ferencvárosi is. Rebrovban lehet látni, hogy ugyanaz. Meg van összerakva ez az egész csapat. Lehet, hogy van egy külön játékos, de mindenkinek szerintem tudja, mi a elvárás. Szerintem válogatott is ugyanaz. Megvannak, dolgozni kell, munka, futni, becsülni, és lesz eredmény. Bicskén, most mik a célok? Nem feltétlenül helyezésben gondolkozom, de mondjuk egy-két évre, ha egy ilyen tényleg közeljövőt, ha nézünk, akkor mivel lennétek elégedettek, hogyha miben sikerülne előrelépni? Hát most mondom, úgy teljesen új csoport van, megpróbálok egy jó, stabil ember három csoport. Majd utána megnézzük, milyen a lehetőség ez a klub vezetés, hogy tudjuk most, hogy ez ilyen a szituáció, nem könnyű szponzorra találni, meg a minden, de mondom, ez ilyen stabil ember három csapat. Egyébként hatalmas a színvonalbeli váltás az osztályok között? Hát itt ugye korábban már utaltunk a megye egy MB3 közti különbségre, és akkor itt hát az, hogy mondjuk anyagi lehetőségek terén nyilván az MB2-höz ugye igen. Sokkal komolyabb bázis meg háttér kell, mint az MB3-hoz. Színvonalban is egyébként ekkora egy-egy osztály között a különbség ma Magyarországon? Hát igen. Igen, van külön, persze, hogy van. Hát mi is távoljuk jutok most például Tatabánya is, és van. Ezért előtte is beszélgettünk, van különbség, mert ott megyei egy nincsen ennyire jó csapat itt, ezért most beszélgetünk, van kiemelő egy csapat, és utána van ilyen a 10 egy szinten csapat, mindenki is, bárki lehet megverni. Ezért mondom, van. És ezért mondom, milyen a keretbe ez is számít, milyen a keretben van csapat. Ha van jó rutin tapasztal, akkor lehet sima megnyerni MB3 is. Ugye most említetted, hogy zömében fiatalok érkeztek nyáron. Nyilván ugye itt a vírushelyzet adta kicsit megfogyatkozott lehetőségek okán is. Hogyha nyílik erre lehetőség, akkor szeretnétek rutinosabb játékosokat is majd hozni Bicskére? Hát mondom, ez nem azt jelenti, hogy egy rutinos kicsi, melyik van kicsi minőségű játékos, úgy lehet mondja, lehet egy fiatal, de minőség. Ez is nem muszáj lenni rutinos, idősebb, de fiatal, de kicsi, azért mondom, kiválogatni 2-3 jó minőségű. Most egyébként ugye vírushelyzet, zárt kapus meccsek vannak, mennyire hiányoznak a szurkolók onnan közvetlenül a pálya mellől, mert azért ott most a Fradi elleni meccsnél is azért, és ezt lehozta gyakorlatilag szerintem minden egyes médium, ami beszámolt a meccsről, hogy azért a bicskei szurkolók abszolút kitartottak, és ott voltak körben a pálya így körül. Így van, azért mondom, bicskei szurkoló minden megy velünk csapat.
mindenhol, egész országon, bárhova játszották, vagy kupa, bajnoki, félkészülés is meccsen ott vannak mindig. És ezért szerintem ez már játékos megszokta, hogy ott vannak is. Így buzítette szurkoló csapat. 12. játékos, abszolút a bicskei szurkoló. Igen. Közeledünk a beszélgetés végéhez, Regán. Mit kívánjunk nektek? Különösen a mostani körülmények között mi az, ami így akár lelkileg, akár mentálisan most így különösen fontos lenne nektek? Egészséges. Csak az a legfontosabb, ugye? Igen. Egészség bármilyen szempontban mondom. Lehet sérült, meg a most ez a járvány is. Egészség egy sportoló, bármilyen a sportoló, nem csak foci, bármelyik, hogy ne legyen sérült. Ez ki sportolta és ki volt sérült, akkor tudja, mi van szó. Mivel lennél elégedett, hogyha az idény végén visszatekintesz erre a szezonra, akkor milyen gondolatok, érzések lennének benned, mikor mondanád azt, hogy igen, a körülmények ellenére ez mégis egy eredményes szezon volt? Nem, ezt mondom, ez reálisan kellett nézni, milyen a keretben van, milyen a játékosok van, és minden előre te bele szeretok végezni, ez nem titka. Én akkor ezt kívánom nektek, és köszönöm szépen még egyszer, nagyon hogy szépen bejöttél köszönöm. Hozzánk. Én is köszönjük. Köszönjük figyelmüket, önök a Bicskei Televízió hírmagazinját, a Bicskei Galériát látták. További szép estét, kellemes televíziózást. A viszontlátásra!